Az új építési telkek kialakításával megváltoztak a terepviszonyok a Május 1 utcában, ezért az utóbbi években nagy záporok alkalmával a csapadékvíz befolyt a völgyoldali épületek udvarába. Az önkormányzat a probléma megszüntetéséért a csapadékvízelvezető rendszer átépítéséről határozott. Az elmúlt évek problémáját sikerült orvosolni itt az erős esőzéseknél. Ez a terület, ahol most állunk, igencsak gyakran a vízben úszott. A lakossági megkeresésre indítottuk el ennek a területnek a felújítását. Közel 55 millió forintot költött az önkormányzat ennek a csapadékvízelvezető rendszernek a kiépítésére. Az átra épített csapadékcsatorna rendszer a Petőfi utca nyílt árkában vezeti le az utcából az esővizet. A csapadékvíz elvezető rendszer átépítése az utca páratlan oldalán a 9 és 25-ös számú ház között valósult meg. Az érintett szakaszon a járda, az útszegély és a kapubejárók is megújultak. Szeretném, hogyha nem csak a járdák újulnának meg, hanem a Virág utca felől bejövő utca szakasznak és a régi burkolatokkal borított utca szakaszoknak a felújítása is megtörténne a következő évek során. A nyár végén indult beruházás kivitelezője a Partner Betonelemgyártó Kft. Volt. A műszaki átadás november 26-án zárul.